A reformáció kezdetét 1517. október végétől számoljuk, amikor Luther Márton kifüggesztette híres tételeit a wittenbergi vártemplom kapujára. Ennek 500 éves évfordulójára országszerte több rendezvénnyel, illetve egy honlap indításával is emlékeznek a magyarországi levéltárak. A fővárosi és a megyei intézmények is részt vesznek abban a kutatásban, amelynek segítségével létrehozták az internetes felületet, hangzott el a reformációs projekt nyíregyházi bemutatóján. A forrásfeltárás folyamatos, és a lakosság segítségét is várják. Azt reméljük, hogy nagyon sokakat meg tudunk mozgatni, és ahogy itt is elhangzott ezen a rendezvényen, várjuk az állampolgári aktivitást is, tehát akinek olyan irata van, amely a reformációhoz kapcsolódik, azt nagy örömmel várjuk a levéltárokban, amit nagyon szívesen megőrzünk. És hát ahogy elhangzott szintén, tavaly volt a nyitó rendezvényünk, a program indítója, és több mint másfél éven keresztül készülünk a jövő éves évfordulóra, úgyhogy azt reméljük, hogy ez valóban egyedülálló program lesz a reformáció emlékév kapcsán. Az emlékév kapcsán indított honlapon eredeti levéltári források is találhatóak, olyan iratok és oklevelek kerültek elő, amelyeket eddig még nem sikerült feltárniuk a szakembereknek. A reformációs kutatás során nem csak levéltári gyűjteményből dolgoznak. Miután ez a kérdéskör még nem olyan kutatott, vagy mindenben lehet újat mondani, ezt szeretnénk most bebizonyítani, és feltárni a levéltár azon forrásait, amelyek a reformáció időszakára vonatkoznak. Egyelőre az iskolai források feltárásánál tartunk, de természetesen ezt ki fogjuk terjeszteni a közéletre, a papokra, a templomokra és a mindennapi életre is. A nyíregyházi levéltár látogatói a projekt bemutatóján Kozma Péter kormány megbízott magángyűjteményét is megtekinthették, amelyben olyan ritka darabok is szerepelnek, mint például egy kétnyelvű görög-török biblia. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár egyik legfontosabb és leglátványosabb része a szatmár-beregi templomok bemutatása, közölte Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke, a Református templomaink című kiállítás bemutatóján. Jelenleg 17 épület tartozik a gyűjteménybe, de folyamatosan bővül. Igaz, még nem teljes, szeretnénk ezt majd a későbbiek formáján kibővíteni, de mindenképpen egy olyan kiállítás anyag készült el, egy hozzákapcsolódó kiadványra együtt, amelynek az a címe, hogy Házadba léphetek, amely azt hiszem, hogy pontosan úgy tud kapcsolódni a reformáció projekthez, a levéltár reformáció projektjéhez, hogy ezt egy picit látványosabbá téve, egy picit kiemelve, és a megye egész szempontjából egy töltetet, egy plusz töbletet adva igyekszik majd ezt a projektet segíteni, legalábbis ezzel a kiállítással ezt szerettük volna elérni. A levéltár pedagógiai programjának köszönhetően nem csak nyomtatott, hanem elektronikus formában is készülnek oktatóanyagok, amelyekkel a diákok megismerhetik a reformáció időszakát. Később pedig egy vetélkedőt is szervez majd a Magyar Nemzeti Levéltár, amelynek fődíja egy wittenbergi utazás lesz.